Nagyon sok szeretettel üldözöm az elvtársakat. Bocsánat, nem tudom, jól hallottam. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Üdvözli, ugye nem üldözi az elvtársakat, üdvözli. Ki beszélt itt üldözésről, elvtársakat? Már régeség megszűnt. Nagyon sok szeretettel üldözöm az elvtársakat. Hát akkor az első kérdés... Ne beszéljünk egyszerre! Nem vette észre, csak levegőt vettem, a fulladjak meg. Gondolom, ön is látta azt a műsort a televízióban, amely a protekcióról szólt. A protekciót eltár csak minden formájába visszautasítom. Nézzünk meg egy modellt, jó? Nézzünk meg, én addig kimegyek, maga nézzem meg. Tegyük föl, hogy önhöz beajánlanak két férfit. Miért? Csak azért, hogy ön alatt dolgozzanak. Egyre szebb. Mondjuk az egyik az ön unokaöccse, a másik nem. Melyik unokaöccsém a Lajos? Tegyük föl, hogy a Lajos. Akkor ön hogy dönt, melyiket veszi föl? A Lajost, vagy a másikat, aki... Melyiket veszem föl, alám? Igen. Melyiket? Na most itt fontos munkakörről van szó? Fontos munkakörről. Bizalmi állásról. Bizalmi állásról, akkor mindenképpen a Lajost. Mert a Lajos annyira buta, hogy semmihez nem ért. Muszáj, hogy rajta tartsam a szememet. Na, bocsássa meg, akkor tegyük föl, hogy két nőt ajánlanak be. Mondjuk az egyik az önnek az unokahuga, a másikhoz semmi köze nincs. Akkor melyiket veszi föl? Úgy zavarom, mert az unokahugomat lábbal nem éri a földet. Nincs protekció! Na jó, akkor menjünk tovább. Mikor lesz olcsóbb nálunk is a benzin? Önhöz tartozik a kőolajipar? Nem akarom 80-szor elmondani. Általában a földrészek hozzám tartoznak. Ezen belül a benzin egy nagyon kicsi probléma, de lényeges. A benzin árát egyelőre nem szándékozom csökkenteni. Emelni? Emelni se, de azt muszáj. Kérem, mi a véleménye a Volán vállalat Dacia taxiairól? Nem tudom, önhöz tartoznak a... A Dacia vállalat hozzám tartozik. A Dacia vállalat Volán taxiairól nem a legjobb a véleménye. Szóval alkalmas a Dacia taxizásra? Természetesen, mert használják. Egyébként nem. Mikor hozzunk be japán kocsikat? Mikor kerülnek kereskedelmi forgalomba? Általában én megfigyeltem, jönnek be japán kocsik, rengeteg nyugati kocsi jön, és ugyanabban az irányba, hogy jött szépen vissza, vagy hazamennek a legjobb. De kereskedelmi forgalomban mikor kerül? Kereskedelmi forgalomban egyelőre nem. Egyelőre nem. Nem és tudom. Mikor? Később? Később se. Majd ha Trabantok elfogytak. Arra egyelőre nagyon pici a remény. 16 éve tetszik várni ugye telefonra. Igen, és nekem van telefon, nem is egy telefon. Nekem még forró drótom is van. Nem, itt egy kedves néző, igen. 16 éve vár telefonra, 5 év múlva megy nyugdíjba. Igen. Remélhetiek, hogy mire nyugdíjas lesz, kap telefon. Hát eltársak, ez a legtisztább és a legszebb kérdés. Hát aki ennyi ideig tudott várni, amikor nyugdíja lesz, most már bőven elvárat akár meg. Semmi dolgot, tücsörög. Van néhány kérdés, aminek a témája mogyoród. Na még egyszer. Mogyoród a témája egy-két... Mióta tegeződik? Mogyoródon lesz a verseny. Jól néznénk ki. Jó, akkor ha nem magyarodol, akkor hol fogják... A magáért! Hol fogják elhelyezni? Ennyien nem férnek ott el. És különben is csak dollárért. Forint... Csak dollárért. Épp azt akarok, hogy forintért ülőhelyen. Forintért a Népszínház utca sarkán.
Tovább jutunk-e Mexikóban a csoportból? Megint ez a sovinizmus, megint a nacionalizmus, mint hogyha csak egy országgal képviselnénk magunkat. Ott a kisebbik ország, ott a nagyobbik, teljesen mindegy, melyikünk jut tovább. Különben is most már egy levegőt szívunk. Kérem szépen az utolsó kérdés. 99 forintos paradicsom, ez lesz-e még idén? Milyen 99 forintos paradicsom? A skála 99. Tudom, én hoztam ezt a rendeletet, tehát csak a paradicsomot is én hozattam, mert már szét kellett verni ezt, amit az úgynevezett viszonteladók fölverték az árakat a csillagos égig. 3-400 forint volt kilója. Igen, én elintéztem 99. Olyan jó sikerült, tehát csak, hogy augusztusban is ennyibe fog kerülni.